Köszöntöm nézőinket, Önök a Hévízi Televízió adását látják. Híradónk élén beszámolunk arról, hogy honosítási ünnepséget tartottak a Hévízi Városházán. Csopej Tamás Vencel kapott magyar állampolgárságot. Megnyílt a Hévízi jégpálya, a város lakói idén is díjmentesen kortyolyázhatnak a nagyparkoló szomszédságában felállított sátor alatt. December 6-a a Mikulásról szólt Hévízen is. Találkozhattunk két keréken érkező télapókkal, de az ovisok is kaptak ajándékot a szép énekekért cserébe. Ha tehetik, tartsanak velünk! Honosítási ünnepséget tartottak a Hévízi Városházán. A Keszthelyen élő, ám Hévízen a turizmusban tevékenykedő Csopej Tamás Vencel kapott magyar állampolgárságot, aki feleségével érkezett az eseményre. Elsőként Koller Éva, az önkormányzat anyakönyvvezetője köszöntötte őket, majd Pap Gábor polgármester vezényletével az eskütétel következett. Én Csopej Tamás Vencel. Esküszöm. Hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Magyarországnak hű állampolgára leszek. Alaptörvényét és a jogszabályokat. Tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mértem megvédem. Képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segíteni. Ezt követően városunk polgármestere az Áder János köztársasági elnök által hitelesített honosító emléklapot nyújtotta át, majd a város nevében egy emléklapot és ajándékcsomagot is. Mint Pap Gábor polgármester fogalmazott, mindig nagy öröm, ha valaki felvállalja magyarságát és elindítja honosítási kérelmét. Egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel, és ezen belül Hévízen is számtalan esetben választják Hévízt. Akkor is, ha lehet, hogy nem biztos, hogy Hévízen élnek, hanem csak a környéken, de egész távoli pontokról is. Az indokaik alapján, mert szeretik Hévízt, mert szeretnek ide járni, és ez nekünk egy megtiszteltetés és egy öröm természetesen, hogy ezeknek az embereknek ezt a lehetőséget tudjuk biztosítani, és egy kicsit megmelengeti az embernek a szívét, ha fogalmazhatok így. Mint Csopej Tamás Vencel elmondta, régóta várta ezt a mai napot, ám lelkében mindig is magyarnak érezte magát, hiszen Budapesten született. Édesapám munkája kifolyólag Szovjetunió területén, nagyon sok köztársaságba megfordultunk, Azerbajdzsánba, akkor voltunk Minszkbe, voltam Szibériába is laktam, az ország közepén is, Szaratovba és Moszkvába, szóval nagyon sok milyen helyen voltunk, és 94-ben végleg visszajöttünk, vagyis legalábbis mi, apu még ott oda-vissza járkált a munka kifolyólag, én befejeztem a tanulmányomat, és akkor sokat utazgattunk még vissza, most már az Oroszországban, akkor még Szovjetunió volt. Úgyhogy én itt bent mindig magyar voltam. Csopej Tamás Vencel miután lemondott orosz állampolgárságáról, egy időre hontalan státuszt kapott, ám mostantól ez már a múlté. Az ünnepélyes rendezvény és az okiratok aláírása után hivatalosan is megtörtént magyar állampolgárságának rögzítése. Ismét megnyílt a jégpálya Hévízen a nagyparkoló szomszédságában, a termelői piac területén. A pálya használati díja az idei évben is kedvező, 500 forint egy időszakra. Belépő jegyüket az erre a célra beüzemelt jegykiadó automatából tudják megvásárolni. Ám ezt nem mindenkinek kell megtennie, idén is sokan élvezhetik a kortyolyázás pillanatait díjmentesen. A hévízieknek mindenkinek ingyenes a jégpálya, legyen az felnőtt, vagy legyen az gyerek. A Hévízi létet lakcímkártyával kell igazolni. Ingyenes a Hévízi oktatási intézményekben tanuló diákok számára, óvodások számára is, ha tudnak már korcsolyázni. Ezt diákigazolvánnyal kell igazolni a Hévízi oktatási intézményhez tartozást. Ingyenes a Hévízi oktatási intézményeknek, ha mint tornaóra keretében, vagy mint bármilyen társas foglalkozás keretében előre foglalnak időpontot a délelőtti időszakban, vagy a nem közönség korcsolyázási időszakban, olyankor biztosítjuk nekik. És ingyenes a Hévízi nagyszülők,
nem hévízen lakó unokái számára. Itt a nagyszülőknek kell igazolni a hévízi létet lakcímkártyával. Magánszemélyek részére havi bérlet is vásárolható, illetve előre egyeztetett időpontban lehetőség van a teljes pályát is kibérelni. Az első korcsolyázási időszak hétköznaponként délután 14 órától kezdődik, ám hétvégén már a délelőtti órákban is csúszkálhatunk. Jó hír a fiataloknak, hogy a téli szünet időszakában viszont végig hétvégi nyitvatartás lesz érvényben. Akinek esetleg nincs saját korcsolyája, ez se tántorítsa el, ennek bérlésére is van lehetőség a helyszínen. A jégpálya ezúttal február 11-ig várja az érdeklődőket. Bővebb információkat megtalálnak képújságunkban és az önkormányzat honlapján is. Gyülekeznek a motoros mikulások Hévízen a Deák téren. A nem mindennapi látványt nyújtó eseményt 10. alkalommal szervezték meg a Zalai 76-os motoros egyesület tagjai. A 11 főből álló csapat minden évben december 6-án Mikulás ünnepén járja körbe a várost két kerekű járműveivel. Meglátogatják a bölcsödét, az óvodákat, az általános iskolásokat és az idősek otthonát is. Barát Miklós, az egyesület elnöke elmondta, az intézményekben nagyon számítanak rájuk. Az ötlet az, amint említettem, 10 éve született. Volt egy szép decemberi nap, motorozott a társaság, és kitaláltuk, hogy egy hagyományteremtő móddal elkezdünk egy ilyen Mikulás motorozást, és ezt folytatjuk azóta. A motoros Mikulások nagy népszerűségnek örventek. A felnőttek közül sokan kérték meg őket egy-egy közös fotó vagy videó elkészítésére, a gyerekek pedig dallal kedveskedtek az ősszakállóaknak. Az iskolások számára újdonságnak számítottak a rénszarvasokat helyettesítő járművek. Én még nem is láttam ilyet. Meg hogy napszemüvegben voltak, meg hogy a motorokkal olyan hangot adtak, hogy ez tök menő volt. A társaság apró ajándékokkal kedveskedett a jelenlévőknek. Szaloncukrot, narancsot, mandarint és mogyorót osztogattak. Nagyon tetszik, hogy motorral jönnek. Nekem nagyon tetszettek, hát most láttam először a motoros Mikulást, igaz, hogy motort már láttam, de nagyon tetszettek, mert hogy nem szoktam motoros Mikulást látni, mert a Mikulások nem is jönnek motorral, és kettő, hogy ezek osztottak nem csak egy dolgot, hanem több mindent is, és ezért nagyon tetszettek. A motoros Mikulások egyik rejtett célja, hogy a gyerekek ne féljenek a járművek hangjától, a másik pedig, hogy fellépjenek a negatív sztereotípiák ellen, miszerint ők durva barátságtalan emberek. A szerdai demonstrációval igazolták is, hogy ez az állítás nem állja meg a helyét. A gyerekek nagy örömére megérkezett a Mikulás a hévízi Brunswick Teréz óvodába is. A kicsik már hónapok óta készültek a nagyszakállú érkezésére, így december 6-án már mindenki jól tudta a neki szánt verseket és énekeket. A szép előadás természetesen nem maradt jutalom nélkül, mindenki kapott meglepetés csomagot. A kicsik bátran és magabiztosan vették át az ajándékot. Félelem nem, ám öröm annál inkább tükröződött az arcokon. Mint az óvoda vezető is elmondta, az egész december egy varázslat a gyerekeknek, ám a télapó érkezésére várnak talán a leginkább, hiszen ez számukra egy látható, kézzelfogható meglepetés, amire ebben a korban már készülhetnek is.
zsizsegve jönnek reggel, ezek már annyira jó dolgok, ugye otthon már sok gyerekhez megérkezett a Mikulás tegnap este vagy ma reggel, és ezek az élmények, ezek jönnek velük reggel, megosztják mindannyiunkkal, és nagyon-nagyon várják az óvodai Mikulást is. Az ajándékok kiosztása után aztán elköszönt a Mikulás, de a sok jó héjvízi óvodáshoz minden bizonnyal jövőre is visszatér. Jövőre találkozunk! Advent második hétvégéjén is számos program várja Önöket a Deák tér környékén. Pénteken 17 órától a Golden Brass Quintet ad koncertet, majd szombaton a kézműves foglalkozás, és a Mesekuckó után ismét zenés műsor következik. Akkor Majsai Gábor várja majd a közönséget. Vasárnap 14 órától jótékonysági süteményvásár tartanak, majd 16 órakor meggyújtják az első gyertyát városunk adventi koszorúján. Ezt követően Horváth Elemér és Buch Tibor adventi műsora kezdődik. Soros György veszélyes terve szerint minden bevándorló részére 9 millió forint állami segélyt kellene fizetni az ön pénzéből. Mit gondol erről? Töltse ki a nemzeti konzultációs kérdőívet. Ne hagyjuk szó nélkül. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Kedves nézőink, magazin műsorunkban elsőként sportrovatunkkal jelentkezünk, a labdarúgó szakosztály vezetőjével és edzőjével a nemrégiben véget ért őszi szezonról beszélgettünk. Végezetül a téli bőrápolás legfontosabb szabályairól szólunk Önöknek, kozmetikus segítségével. További tartalmas időtöltést kívánok! Sportos jó estét kívánok, kedves minnyájuknak itt a Hévízi Televízióban. Valóban a sportról lesz szó a következő percekben, ennek megfelelően próbáltam meg én is meszt húzni, ki a saját mezében ül itt a stúdióban. Más kérdés, hogy én csak egy utánpótlás meszt találtam, de hát ez most sajnos így lesz. Vendégeim viszont teljesen akkurátusan beöltöztek, szeretettel köszöntöm a stúdióban Damina Lászlót, a Hévíz SK labdarúgó csapatának szakosztályvezetőjét és Lantai Balást, a csapatvezető edzőjét. Ebből aztán sejthető, hogy a következő jó néhány perc a labdarúgás jegyében telik majd, ám bár szóban. Ugye véget ért a Zala megyei labdarúgó bajnokság őszi szezonja, harmadik helyen zárt a csapat, a hévízi csapat, a Nagy Kanizsa és az Olajbányász után. Én azt mondom, gratulálok a csapatnak, ti pedig azt mondtok, amit erre lehet mondani. Jogos-e a gratulációm, vagy nem? Én is szeretettel köszöntök mindenkit. A céljánkat tekintve a gratulációra is meg kell találni megfelelő választ, van is rá válasz, és valamikor azt is kell tudni mondani, hogy a célokat nem tudtuk megvalósítani. Az eredményességét nézzük a csapatnak, akkor egy 10 pontos hátrányban vagyunk az első helyzet Nagy Kanizsával szemben. Ha pozitív értéket nézem, akkor pedig egy teljes átalakulás zajlott végbe az elmúlt fél év alatt. Az elmúlt bajnoksághoz képest, ahol 30% sárt nevelt játékosunk lépett pályára hétről hétre, és 70 nem sárt nevelt, ahhoz képest az arány megfordult, és ebben látjuk a jövőt. Erről beszéltünk mi már a szezon elején, hogy egészen speciális elképzelések alapján szerveződik a labdarúgó szakosztály, olyan játékosokat próbáltatok hívni. Ugye az elmúlt szezonban, amikor a csapat elköszönt az NB3-tól, gyakorlatilag a fél csapat távozott, és olyan játékosok érkeztek, akiknek valamilyen módon kötődésük van a városhoz, Hévízhez. Azt meg majd még később szóba hozom, hogy mennyire fiatalok. Ezek szerint akkor bejött az elképzelés? Igen, mindenképpen. Hát az a kohézós erő, ami jellemezte a labdarúgó szakosztályunk felnőtt csapatát a korábbi 3 évben, az NB3-as tagság előtt, az vissza tudtuk csempézni a csapat életében. Az két oknál fogva történt így. Egyrészt sárt nevelt utánpótlás játékosokat emeltünk be a felnőtt csapatba, akik rendszeres taggá váltak, rendszeresen kezdő játékosok lettek. Valamint a visszaigazolt játékosaink is valamikor a labdarúgó utánpótlásban, vagy a felnőtt csapatunkban játszottak már, tehát gyakorlatilag minden
mindenféleképpen ezért szállal kötődnem a klubunkhoz. Hogyan lehet egy ennyire fiatal csapatot edzeni, hogyan lehet összekovácsolni őket, hogyan lehet taktikai fegyelemre szoktatni, Balázs? Ezt azért kérdezem, mert én végeztem egy apró kis számítást. Gyakorlatilag a csapat átlag életkora a hozzáférhető adatok szerint 23 év. Azért ez valahogy én úgy gondolom majd, hogy nem példátlan, de hogyha kiveszük az úgynevezett nagy öregeket, ma bocsánatot kérek tőlük, hogy így minősítem őket, ugye a Kapus Jánosát, Rácot, Horváth Elemért, Kottánt, akkor 20. Én is köszöntöm a nézőket. Igen, egy kapott keretről beszélhetünk. Ugyanis én is a nyáron csatlakoztam az egyesülethez, és tapasztalataim szerint az edzőmérkőzéseket is úgy próbáltuk kialakítani, hogy egy egységes formátó keretben gondolkoztunk. Ugye egy fő vonulat volt, ugye a helyi kötődés. Itt ez értendő a volt valamikor Hévíz csapatában futballozott játékosokból áll, illetve az akadémiáról vagy a környékből hozzánk került fiatal játékosok beépítésére gondoltunk. És ugye a bajnokság folyán is, az edzőmérkőzések folyamán ismertem meg én is a tényleges keret tényleges tudását, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fiatal, de motiválható társaságot kaptam. Ami tény, hogy a bajnokság során derült ki az is, hogy ez a társaság jelen pillanatban mire elegendő, ez most hűen tükrözi a tabellán elfoglalt helyezésünk, de tény az is, hogy a rangadókat, vagy a rangadónak titulált mérkőzéseket elbuktuk. Ha csak alapszámításként, vagy említésként vesszük az olaj elleni hazai vereségünket, vagy a Szepetnek hazai vereségünket, vagy Becsejen elhújtott pontjainkat, alapként, vagy éppen a rangadónak minősített Nagykanizsa ellen 3-0 arányban alul maradtunk, az mindenképpen arra ösztökélés azt fogalmazódik meg bennem, hogy még nem tartunk ott, ahol a rivális csapatok tömkelege. Gyakorlatilag az olaj, a Nagykanizsa, a Szepetnek egységben és összeszokottságban előttünk jár, de meggyőződésem, hogy ez a fiatal társaság motiválható, és taktikai fegyelemmel mindenképpen fogunk tudni előrelépni a tavasz folyamán. Mi volt az, ami siker volt? Tehát mi volt az a momentum, amit egyértelműen sikeresnek itt élsz a játékban? Ahogy említettem, a támadó játékunk mindenképpen fejlődött, ez tükrözi a rúgott gólok száma, illetve az is dicséretes, hogy a Nagykanizsa mögött a második legkevesebb gólt kaptuk, tehát itt a taktikai és fegyelmet... És a második legtöbbet rúgtuk. Így van. Taktikai fegyelmet tekintve nagyon sokat tudtunk előrelépni, ahhoz képest, hogy tényleg egy nagyon fiatal keretről beszélünk, abban a fázisban és abban az irányban mindenképpen helyén vagyunk. A célkitűzés és a megfogalmazott célkitűzéseket bár nem elérve szerepelünk, ugyanis mi kimertük jelenteni a bajnokság legején, hogy szeretnénk visszakerülni a harmadosztályú bajnokságba. Jelen pillanatban a harmadik pozíciót foglaljuk el, de megismerve a keretet és a jelenlegi képességet és tudását, most egy reális pozíciót töltünk be a tabellán. Célunk az egyértelmű az, hogy ez a keret egybe tudjon maradni, és a maximumra törekedünk. Nem mondtunk le arról, hogy a Kanizsát befogjuk, bár a 10 pont hátrány az nagyon soknak tűnik, ahhoz a Kanizsának is veszíteni kell pontokat, hogy mi be tudjuk érni. Természetesen ehhez kell a mi 100%-os mutatónk is tavasszal. Nem mondtunk le a céljunk eléréséről, továbbá is rá is tartom azt, hogy az előtte megfogalmazott célokat elérjük. Bármi megtörténhet, erre szokták mondani, tehát ha már Kanizsát próbáljuk meg itt elemezgetni, pedig Hévízen vagyunk. Laci, mit tud a
a szakosztályvezetés hozzátenni ahhoz, amit az edző most elmondott, hogy igen, vannak még terveik, még nem mondtunk le. Tehát mivel tudja a szakosztályvezetés motiválni a játékosokat? Hát az első legfontosabb az értékelés mindig. Tehát nem lehet elmenni szó nélkül egy fél év teljesítménye mögött vagy előtt. Tehát mindenképp értékelni, azt reálisan kell értékelni, pontosan személyre szabottan kell megmondani mindenkinek, hogy mi volt az, ami a játékában, a teljesítményében, az edzésmunkában pozitív volt, vagy negatív volt az elmúlt fél év alatt, ez megtörtént. Felülvizsgáltuk a csapatnak az állapotát, volt egy kezdeti stádium augusztusban, ahhoz képest a visszaméréseket megtettük, pontosan tudjuk, hogy kik azok a játékosok, akik jól teljesítettek. A fizikai felkészítésben az elmúlt fél év alatt ki az, aki nem, pontos tükröt tudtunk tenni minden játékos elé, hogy ez a fél év e tekintetben hogy sikerült ő neki, mi lesz a januári kiindulási pont, mi lesz az elvárásunk jövőre. Nagyon sok sérült játékosunk volt az ősszel, gyakorlatilag átlagban mérkőzésenként 4 kezdőjátékosunk nem volt a pályán. Az egy nem kis feladat volt, sem az edzőnek, sem a csapat többi tagjának áthidalni. A sérültek, abban bízunk a tavasz közepére, tavasz elejére, a felkészülés közepére már felgyógyulnak, olyan stádiumban kerülnek, hogy tudnak majd hatékonyan visszaszállni, hiszen pont azok a játékosok, akik olyan megfelelő rutinnal, tapasztalattal rendelkeznek, ami hiányzik a mai fiataljainkból. Ettől függetlenül az, hogy a fiatalok szerepet kaptak, ez nem probléma, nem ezt szeretném ezzel sugallni. A évzárást megtartottuk, ott a célokat tavaszra kitűztük. Elsősorban mindenképp a mérhető adatoknak, számoknak kell jobbá fordulnia. A mentalitásban egyértelmű cél volt, amit megfogalmaztunk, hogy a lehetetlen az nem egy kézzelfogható dolog, viszont a lehetőségünk megvan, és aki a lehetetlent megpróbálja megoldani, azért tenni akar, azzal a játékossal szeretnénk csak együtt dolgozni a tavasszal. Azt én is elfogadom, sokszor sok helyen keresnek, megállítanak, hogy a 10 pont az már elment, megnyerte a nagykanizsa, ez már csak egy köztes feladat lesz a tavasszal. Mindenkinek azt tudom mondani, hogy biztos, hogy lehetetlennek tűnik, de az én játékosaim, a mi játékosaink, a mi edzünk, az mindenki mindent meg fog tenni annak érdekében, ez a lehetetlen megvalósuljon, és megmondom azt is, hogy miért. Lehet, hogy ez a lehetetlen, ez lehetetlen lesz a végére. De hogyha ezt utat valaki végigjár, és ezt a lehetetlent döngeti minden nap, akkor azzal a játékossal, azzal az edzővel, azzal a stábbal lesz igazán nagy szakmai lehetőség a következő évet úgy kezdeni, hogy ne egy ismeretlen csapatot vegyen át az edző ismert legyen, a játékosok ismertek legyenek, a játékosok felkészültek legyenek, és akkor a bajnokságban úgy indulhatunk, hogy ténylegesen nagyon nagy esélyünk lesz arra, hogy ismét feljutó csapatot ünnepelhessünk 2019-ben. Nagyon emelkedett szférákba emelkedett a beszélgetésünk, úgyhogy egy picit visszahúznám a földre. Említetted, hogy ugye minden játékos szembesülhetett a mért adatokkal, tehát ez nem szubjektív értékítélet, nem arról van szó, hogy az edző úgy látja XY-nál, hogy te kevesebbet futsz, fiam, mint amit futottál, mit tudom én, augusztusban, hanem ezek mérhető adatok, nincs vita. Hogyan fogadták a játékosok? Én azt mondom, hogy a minden egyes felmérést a játékos kötelezőnek gondolja és szükségtelennek. Nekünk ez azért fontos, mert a mért adatok alapján az aktuális állapotát a játékosnak fel tudjuk térképezni, a mért adatok alapján a bizonyos szintet be tudjuk állítani az adott játékosnál, és ami a legfontosabb, hogy ez a mért adatok egy nemzetközi szinthez viszonyítva mindenképpen elgondolkoztató. Számunkra is meglepő eredmények jöttek, mert ha csak egy alapadatot hozok ki a mért adatok alapján, egy nemzetközi szintet előre alattal tudunk szolgálni. Tehát fontos az, hogy ezt a szintet próbáljuk megtartani, és nagyon fontos mutató számunkra az a tekintetben is, hogyha a kerethez igazolni kívánunk játékost, akkor ezeket a szinteket el kell tudni élni. Gondolkodtok-e abban már most, ugye így fél időben, a bajnokság fél idejében, hogy ehhez a kerethez még kéne igazolni valakit. Most én azt a felállást mondom el, amit a legtöbbször láthattak a Hévízi Televízió nézői is, legalábbis számszerűen. Ez ugye a János, a Farkas, Szipéter, József, Cibor, Giber, Szipéter Zsolt, Szántó, Horváth, Elemér, Kottán, Pálfi, Török felállás. Ez az ideális, ebbe fér-e még bele valaki, ide kell-e még valaki, vagy
ez a felállás azért volt a legtöbbször, mert sérülések sújtották a csapatot, tehát megvan-e az ideális csapat a megfelelő kiegészítőkkel, vagy még azért kéne finomítani? Én úgy gondolom, hogy sok edző azt az oldalt választja, hogyha nincs eredmény, hogy neki elmagyarázkodni. Nem tartom túlságosan jó iránynak. Én azt gondolom, mindig minden hétvégén a legerősebb keretet küldtük pályára. Hogy milyennek a háttere, hogy sérülések, vagy éppen balesetet szenvedj játékos, nem is megyek bele részleteibe. Én azt az irányt képviselem, hogy az, aki játékra alkalmas, az biztos, hogy az adott hétvégén a maximumot fogja kiadni magából. Most ebben az őszi fordulóban a Hévíz mindig a legerősebb keretével állt ki, és a legfontosabb számomra az, hogy így is tudtunk meghatározó csapattá válni ebben a bajnokságban, bár én azt mondom, hogy mindig reálisan kell értékelnünk, abban a lépcsőn és abban a fázisban, ami a Hévíz labdarúgása tart, ez egy jó irány. A tekintetben is, hogy nagyon fiatal csapatról beszélünk, a fiatal csapat tanítható, formálható, és ahhoz, hogy nagyobb célokat valósítsunk meg, ahhoz mindig reálisan kell tudnunk gondolkozni. Ez a vezetők részéről megvan, és szabad kezet adnak számomra mindebbe. Én úgy gondolom, hogy a keret minőségben ezeknek az elvárásoknak meg tud felelni. Természetesen ahhoz, hogy a céljunk a terület, hogy minőségben változásra lenne szükségünk, de azt is szem előtt tartjuk, hogy ki az a játékos, aki a rendszerünkbe beilleszthető. Még nem mentünk részleteibe bele, de én azt mondom, hogy a céljunk továbbra is az első hely megszerzése, de hogyha ez a második vagy a harmadik hely lesz, akkor sem esünk kétségbe. A cél az, hogy a legerősebb keretet tudjuk összegyúrni a tavasz folyamán. Az más kérdés, hogy ez milyen eredményt von maga után. Még azért a keretről beszéljünk, mert szándékom szerint itt a csapat egységei szerint is egy picike értékelést kérnék szépen tőled. Viszont Laci, a szakosztály vezetés kétségbe lenne esve, ha nem sikerülne a feljutás, vagy fel van készülve arra, hogy nem. Tehát minden megoldás érdekli-e a szakosztály vezetést, és van-e rá válasz vagy megoldás? Mert mások a tervek nyilván, mások az elvárások, mást kell belőni, hogy úgy mondjam, abban az esetben, ha följut a csapat, és mást kell belőni a jövőre, ha nem. Szerintem a labdarúgó szakosztály, maga a sportkör kész van arra, hogy egy NB3-as labdarúgó csapatot tudjon működtetni, ezzel nincsen probléma. Működtetett is már. A filozófia ennél sokkal fontosabb, és az elvek szerintem. Azt felrúgni, hogy a sárkányzott játékosaink ne tudjanak rendszeresen játszani, ez egy mély elgondolkodást ad mindenki számára. Ez egy fontos tényező. A tavaszi szezonban egyértelműen el kell dőlnie a jelenlegi keretből azon játékosok, akik fiatalként megkapták a lehetőséget, ők fejlődőképesek-e. Az előbb nem boncolgatta ki kollégám Balázs, hogy a felmérések alapján itt van 4-5 olyan fiatal játékos, akivel potenciálisan még a magyar másodosztály is bent van egyébként. Ha nem mérjük fel, nem is hittem volna, megmondom őszintén, tehát a felmérések azért is fontosak, és pontosan meg tudjuk mondani, hogy ma egy 19-18-20 éves saját nevelt játékosunknak mit kell tenni azért, amit el is mondtunk egyébként az évzáráson a csapat előtt szemtől szembe az adott személynek, ami szintén furcsa egy értékelés volt szerintem, de jól vette a csapat, hogy hogyan tud ő feljebb jutni. Ha pedig egy ilyen potenciál van egy csapatban, akkor hosszabb távon építhetők ezen játékosokra, ami labdarúgó. Labdarúgás fejlesztésünk vagy fejlődésünk. De Magyarországon élünk, tehát itt az egy fontos tényező van. A labdarúgásban kialakultak, úgy szoktam fogalmazni, nem mindig szimpatikus, de szerintem ez van, ez a frankó. Egy értéktelen érték alakult ki. Ez megfejtésre szorul, gondolom én. De az értékekben nincsen sok minden a helyén. És ez nagy probléma szerintem. Mi nem akarunk versenyezni olyan lovakkal, vagy olyan versenyben, mint ahol a magyar labdarúgás 90%-ban versenyez, vagy olyan pályán, inkább így mondom. Tehát a mai megyei osztálynak az erős sorrendje a megszerzett pontok alapján pontosan úgy néz ki, hogy ki mennyi pénzt költött a labdarúgó csapatára, ezt kimerem jelentem. Vagy mondani merem.
Mi nem akarunk versenyezni azokkal, akik ebbe többet pumpálnak bele, és a pénzükben hiszik a jövőjüket, a jövő sikerét. De zárójelben mondanám, hogy a Nagykanizsának én azt kívánom, hogy jussanak fel. Tehát én őszintén mondom, azt szeretném, hogy a kupa sikerüket megfelelve jövő év végén az osztályzón a NB3-as tagságokat ki is vívják. Tehát legyen az érték akkor a helyén. Ez egy fontos kérdés. Ezen nem lehet változtatni, és annyi mindent megéltünk már a labdarúgásban, amikor túlzottan is elhúzódott a felnőtt labdarúgás fejlesztése egy adott csapatban, egy adott szakosztályban, mondjuk csak a megyében, nem menjünk messzebb. Annak óriási bukás lett mindig, minden esetben a vége. Nem szeretnék csapatneveket mondani, mert lehet, hogy megbántanám őket, megsérteni, vagy ők másképp látják, de mindig bukás volt a vége. És ilyen volt Hévízen is korábban egyébként, ezt is tudjuk. Ebben a hajóban nem szabad beletenni a labdarúgást szerintem, és a gyerekeinknek a fejlődését, a jövőjét nem szabad egy ilyen hajóba utaztatni. Legyen Hévízen NB3-as labdarúgó csapat, de annak a kerete 70%-ból hévízi nevelt játékosokból álljon. A mi labdarúgó szakosztályunk tegyen bele töménytelen lehetőséget szakmai erkölcsére, akár anyagilag is különböző támogatáson keresztül, hogy minél tehetségesebb gyereket neveljünk fel, és majd akkor lesz egy értékes, egy értékelhető, és az értékén kezelhető felnőtt NB3-as labdarúgó csapatunk. Hát e felé haladjunk, ez egy nagyon-nagyon jó irány a 70% is. A kérdés már csak az, hogy mit kezdjünk például egy olyan hátvéd, most akkor menjünk bele talán a részletekbe, egy olyan hátvéd sorral, ahol Farkas, Szipéter, József, Cibor és Giber átlag életkora, mint már mondtam, nem éri el a 20 évet naptári adatok alapján, és hát együtt kéne tartani őket. Mert így jók, ahogy vannak, ha én jól látom. Nem véletlenül játszanak egymás mellett. Hadd válaszoljak Balázs előtt, és majd ő is válaszol rá. Egyrészt ebből hiányzik egy Rácz István nevű játékosunk. Így van. Rácz Istvánnak a karaktere, személyisége, a labdarúgó pályafutása, a labdarúgás tudása hiányzott nekünk egész ősszel. Reméljük, hogy tavasszal a rendelkezésünk rá, és a betegségéből felépül. Őt eltiltották az orvosok, tehát is igazából a többi a személyes kérdés, remélhetőleg ő hadra fog állni. Ha így nézzük, akkor ott van egy rutinos játékosunk, aki nagyon hiányzott nekünk, de ez évközben alakult ki, nem a nyáron. A Szép Péter Józsefnek és a Giber Péternek nevelőedzője voltam 4 éven keresztül kócsoportos csapatainkban, országos serdülő bajnoknak mondhatják magukat, a roppantú tehetséges két fiattal, és a Farkas Balázsnak az életpályát végig kísértem, ő is átnevelt játékosunk volt, ő a Győri Akadémián nevelkedett, a Szép Péter József az IT Akadémián nevelkedett, a Giber Péter pedig Hévízen volt végig, és amúgy semmilyen tudásbeli hatalmas nagy különbség nincs közöttük, annak ellenére mondom ezt, hogy valaki akadémián tanulta a fotballt 4 évig. Rettentően fiatalok, de mind a 3 játékosnak a felmérési adata szintén ott van, amit az előbb korábban jeleztem, hogy bennük van egy sokkal magasabb osztály lehetőség is. A rutint, a tapasztalatot nem lehet odaadni egy játékosnak. Azt meg tudjuk tenni, hogy őket nagyon fiatalon felnőtt csapatban versenyeztetjük. Ha úgy gondoljuk, úgy döntünk, akkor nem igazolunk egy 30 éves belső védőt a Szép Péter Józsika helyett, aki majd a kispadra lövi a tavasz, és akkor nem tud fejlődni, mert mi azt szeretnénk, hogy ott maradjon. A hivatottsága, a hozzáállás és a tudata meglepően magas szinten van egyébként korát meg hazudtolva, de vannak még hiányosságai. Erre mondtam én azt, hogy ebben a védelemben biztos, hogy elférne egy Búzási Gábor, aki sérült volt egész ősszel térsérülés miatt, és ha visszatér, és ebben a tengelyben mondjuk úgy tudnánk összerakni, ami egészséges, hogy egy rutinos játékos, egy rutinos, egy fiatal, és az a Rácz, Búzási, Szép Péter, Farkassal össze is áll. De mondhatnám fordítva is, hogy mondjuk a Rácz, a Búzás és a Cibor is fiatal játékosunk, mert akkor az egység megvan, és mögöttük van egy János, a Tibor, akinek szintén megvan a rutinja. Mert valahol a szakmát egyébként nem az iskolában lehet megtanulni, az iskola mondjuk most zárja be az edzés, hanem a pályán, a mérkőzésen, a szakmát azt kint lehet megtanulni az életben, nem az iskolában szerintem, csak részben. És a pályán pont az történik, hogyha nincs mellettem egy olyan játékos, aki mérkőzés közben segít, az edző sem tud segíteni, akkor az egy nehéz folyamat, az sokkal tovább tart. Hát reméljük, hogy ez az egyensúly fog visszaállni a tavasszal. Ha már beszéltünk a védelemről, egy picit beszéljünk a támadó játékról is, mert ez viszont látványos előrelépés a tavalyhoz képest. 48 gólt rúgott a Hévíz, és ami külön örvendetes, hogy a megyei bajnokság gólövő listájának a második és a harmadik helyén is hévízi játékos áll. A második ugye Török Milán 17 góllal, a harmadik pedig az a Pálfi, aki a múlt idényben egy számjegyű góllal volt Polarecki után házi gól király ezüstérmes. 12 gólnál tart, ketten együtt 29
gólt rúgtak. Van a ligában, illetve a bajnokságban olyan csapat, amely összesen nem rúgott ennyit. Most én úgy gondolom, hogy részint a gólok száma és az eredményesség nyilvánvalóan a két csatárt is minősíti, de nyilvánvalóan minősíti az előkészítőket, tehát a középpályát is. Megvan-e az összeszokottság látszólag? Igen. Így van. Én azt mondom, hogy, és azt vallom, hogy teljesen mindegy, hogy az adott játékos milyen bajnokságban szerepel, ezek a mutatók és ezek a számok alátámasztják az ő jelenlegi állapotokat és tudásukat. Tehát azt, hogy NB3-ban vagy megyei osztályban rúg valaki 17 gólt, vagy 12, ott teljesen mindegy. Az egy jel számunkra, hogy ő az adott játékrendszerbe idei szerepkört tölt be. Ugye a török és a Pálffy teljesen más adottságú képességű játékos. A Pálffy inkább a befejező fázisban tud szerepelni, a török viszont az előkészítő fázisban is aktív szerepet játszott. Természetesen ahhoz, hogy ők ezekkel a mutatókkal rendelkezzenek, az előkészítő fázis mindenképpen fontos. Nagyon sok támadási variációt gyakoroltunk, és nagyon sokat is kaptam vissza. Én azt mondom, hogy ők ebben mindenképpen fejlődtek. Ugye a számok is alátámasztják, de én elsősorban azt mondom, hogy ők a játék azért hatékony, mert van mögötte olyan a stabil középpálya, amire építhetünk. Van egy olyan horvát elemérünk, akire hosszú távon tudunk számítani, nagyon sok gólpaszt tud adni, vagy adott ebben az őszi fordulóban, de mindenképpen említésem a Gotán Krisztián szerepköre, aki meghatározó játékosa ennek az egyesületnek, illetve a Hévíz csapatának. De hát én azt mondom, hogy mindenkit lehetne sorolni, mert mindenki kivette a részét. Ugye az is mindenképpen egy pozitív, hogyha támadó részről beszélünk, akkor van egy védőfázisa is. A védőjátékunk is a kapott gólokat tekintve stabilnak mondható. A góljaink majd 40%-át pontrugásból kaptuk, szabadrugásból, de én azt mondom, hogy ez is fejleszthető, mindig a támadójátékunk is. A középpályára egy picit térjünk vissza. Bocsánat, hogy itt szétszálazom részletesen ezt a dolgot, de én itt látom megvalósulni azt, amit az imént említettél, hogy idősebb és fiatalabb játékosok keveredése egymás mellett az csak pozitívat hozhat. Nem tudom, én jól látom-e, de ez tetten érhető a középpályán, hiszen Szi Péter Zsolt, Szántó és Tóth Gergő a fiatal generációhoz tartoznak, abszolút fiatalhoz, ugyanakkor az általad is, nem beszélve Kiglics Adriánról, ugyanakkor az általad is említett Horváth Elemér és Kottán, nem megbántva őket, de azért már az idősebb labdarúgó korban járnak, és remekül működnek együtt középen. Hadd térjek vissza egy mondat erejéig a támadókhoz, az előző kérdést, elnézést kérek. A kedves nézőknek is talán egy kis történelem. Szerintem Mladencsovics és Horváth Gyula óta nem volt ilyen csatár kettős Hévízen. Tehát visszanézhetjük több évre viszonylag, én is voltam a felnőtt csapatnak edző NB3-ban, azóta is ismerem a felnőtt csapatunk pályafutását. Ilyen csatárkettős, hogy karakterben ennyire különbözők és hatékonyak tudnak lenni, az ritka. Ettől függően a Balázsnak nagy érdeme, és a szakmévezetésünknek, akár Szabó Imrének és jó magam kis ministábjának, mert ezen két játékossal nem keveset kell beszélgetni. Tehát sokkal fontosabb volt az ő pszichés felkészítésük szerintem, mint a taktikai és a taktikai felkészítésük. Az is fontos dolog volt, de két ember, amikor ennyire különböző karakterrel van megáldva, azokat nagyon nehéz egy irányba eredményessé tenni, vagy eredményes játékra ösztökélni. Nagyon jó ember mind a kettő, nagyon jó mentalitásuk van, nincs ezzel baj. Csak mindegyik kicsit nagyobb egóval rendelkezik, mint általában a játékosok nagy zömmel pályán, szerintem ők támadó jót akarnak rúgni. De nagyon szerencsések vagyunk, mert az egyik az egy nagyon technikás, nagyon labdabiztos játékos, egyegyezni tudó játékos, a másik pedig nagyon robbanékony és nagyon gyors. És a Csovicsnál és a Horváth Gyulán ugyanez a kettő volt, ha valaki visszaemlékszik, mert így volt. A mögöttes játékosokat pedig a Balázs elmondta, ők is fontosak.
Most mondok egy érdekes dolgot. Nem vagyok megelégedve a török Milánnal, pedig ő a listán a második. Megmondom hát azt is, hogy miért. Gólokat. Azért nem, mert benne maradt legalább még ennyi. Annak meg az az oka, hogy nincs jó fizikai állapotban. Tehát ő ahonnan jött, amilyen keveset játszott eddig felnőtt szint egy akadémiai képzés után, és nagyon örülünk, hogy itt van egyébként, és örülünk a tizen sok góljának, de legalább ennyi maradt meggyőződésem, az pedig azért van, hogy próbálta pótolni a fizikális hiányát, amit elszenvedett falon, mert kispadon ült egy NB2-es csapatnál egy éven keresztül, de azt nem lehet fél év alatt pótolni. Szépen fejlődött a mutatók alapján, ahogy jött és ahogy most elment pihenni. Tehát látható, hogy ő benne tavasszal, hogyha sérülésmentes lesz a tavasza, szerintem további plusz 8-10 gól van ahhoz képest, mint amit legyártott eddig. Hajrá, várjuk. Persze ez nem egy rossz indulatú értékelés volt, elmondtam neki őszintén, hogy ez így van. És ő elfogadta, ez érdekes dolog volt, mert ez meg kell hozni, hogy tovább tudjon lépni. A következő kérdés pedig az volt. A következő kérdés, azt most fogom föltenni. Igen. Tehát az egy picit már nem szakmai, sőt nagyon-nagyon nem szakmai. Hogyan kell nekünk egyszerű labdarúgó nézőknek, rajongóknak elképzelnünk egy edzést, egy öltözőbeli taktikai megbeszélést, milyen a hangulat, erről soha nem tudunk semmit. Onnantól kezdve látjuk a csapatot, hogy kifut a pályára, rúg rendszeresen 5-6-7 gólt, esetleg 8-at, olyan is volt már, vagy kap egy nagyon fájót, aztán lejönnek a pályáról, és ennyi. Mi ezt látjuk. Mi van az öltözőben, milyen a hangulat, milyen a viszony a játékosok között, játékos és edző között? Ez egy érdekes helyzet, mert ugye ez egy olyan kép, amit maga a néző nem lát, tapasztal, ő csak a szereplésünket, a pályán tapasztaltakat vizuálja. Én azt mondom, hogy, és azt vallom, nekem volt szerencsém együtt dolgozni a nagymester, a mágussal, a Verebessel, volt játékossal, voltam annó, és szerintem nagyon fontos része, ami a meghatározó a mai világban is, és a futballban is, hogy mentálisan kell tudnod felkészíteni a játékost az adott hétvégére. Ez nagyon fontos a hét első és az ötödik napja. Nagyon fontos az, hogy kezdjük a hetet, hogyan zárjuk az előző hétvégét, és milyen edzéssel tudunk felkészülni az aktuális mérkőzést megelőző edzésen. És a köztes időben, hogy hogyan tudjuk tartalommal megtölteni, az nagymértékben meghatározza az ott ellenfél, nagymértékben meghatározza a keret összetétele, mert hétközben tapasztaltuk, változott a keret összetétele, ilyen-olyan okokból adódóan, de nagyon fontos az, és szerintem meghatározó az, hogy mentálisan a játékos fel tudjuk készíteni céljunk megvalósítására. Mi erre kiemelt figyelmet fordítunk, a vezetők is ebben aktív szerepet látnak el, és jó magam is, és a segítőim is, mint a pályaedzőm, mint a masszőr, mint a gyógyászati szakemberünk is. Tehát sok összetevős, de legfontosabb számomra az, hogy mindig az adott hétvégén úgy tudjunk leülni a pályáról, hogy megtettünk mindent a siker érdekében, és azért az ősz folyamán 4 mérkőzés kivételében ezt tapasztaltam. Őszintén kívánom, hogy tavasszal ne legyen 4 ilyen mérkőzés, mind a 15 olyan legyen, hogy mindent megtettek a fiúk úgy, ahogyan azt az edző eltervezte, és akkor nem lesz baj, semmiféleképpen nem lesz baj, ahogy hallottuk, de az a 10 pont sincs olyan rettenetesen messze, amennyivel eddig a nagy kanizsa mögött állunk. Minden esetre mi egyszerű labdarúgás kedvelők drukkolunk a csapatnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm az értékelést. Hajrá, Hévíz! Köszönjük szépen, hajrá, Hévíz! A téli időszak beköszöntével érzékelhető, hogy bőrünk koncentráltabb ápolást igényel. Száraz, repedezett lehet, ami sok kellemetlenséggel járhat. A probléma különösen az arcon és a kézfejeken jelentkezhet.
Belováriné Kandikó Zsanett 2008 óta üzemelteti szépségszalonját Hévízen. Kérdésünkre elmondta, a megfelelő bőrápolás a testünk egész területén elengedhetetlen. A bőrünk folyamatosan változik, így az idővel. Ugye fiatalon még a szeborrás, fagyumiri termelődés hatására a zsírosabb bőrök ugye idővel elkezdenek normalizálódni, aztán a kor előre haladtával aztán szárazabbá, érzékenyebbé válnak. És ilyenkor télen, ugye, amikor bejön ez a hűvös, szeles, csípős, hideg idő, kint bent pedig ugye a fűtés hatására a párásabb, kevésbé magas páratartalmú levegő, még jobban kiszáradhat a bőrünk, ilyenkor érezzük ezt a húzó érzést, viszket esetleg a bőrünk, kipirosodhat, úgyhogy ilyenkor mindenképp nagyobb ápolást, intenzívebb ápolást igényel a bőr. És ilyenkor ugye előtérbe kerülnek az ilyen sűrűbb állagú, zsírosabb krémek, amik tele vannak különböző olajokkal, mondjuk a jojoba olaj, avokádó olaj, nagyon jótékony hatású. Milyen kezeléseket ajánlatos ilyenkor igénybe venni? Elég-e esetleg a különböző krémek használata, vagy valamit azért jó, hogyha még bevetünk? Hát, hogyha az otthoni ápolásra gondolunk, akkor mindenképpen változtatni kell. Ugye a nyáron megszokott lemosó krémek helyett mondjuk most már kerülni kell az alkoholos tonikokat, most már inkább ilyenkor az olajosabb, emulziósabb lemosókkal tisztítsuk a bőrünket esti lefekvés előtt, illetve reggel, és akkor úgy kerüljenek rá az arcápolók, valamint még nagyon jótékony hatásúak ilyenkor a különböző arcradírok vagy peelingek, amik ugye a fokozott szarútermelődés hatására ezeket a hámsejteket eltávolítják, és így utat engednek a táplálóbb és különböző krémek, hatóanyagok a bőr mélyebb felszívódására. Úgyhogy ezeket én mindenképpen ilyenkor ajánlom. Aztán, amit még így otthoni ápolásként el lehet mondani, például, mit nem tudom, hogy tudnak-e sokan, hogy kerülni kell az ilyen hosszú forró fürdőket, ugye helyette inkább a gyorsabb tusolás ajánlatos, és ilyenkor is például a testünkre is nagyon jótékony hatásúak ezek a szemcsékkel dúsított tusolók, tusfürdők tulajdonképpen, mert utána ugyanúgy, ha betestápolózzuk magunkat, ami szintén inkább ilyen testesebb testápolót használjunk, tehát ami se a vajat tartalmaz, kakóvajat akár, ezek még jobban fel tudnak szívódni a bőrünkbe. A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy a kezeinkről és a lábfejeinkről sem szabad megfeledkezni. Ezekre a speciális készítményeket érdemes használni. Hozzátette azt is, hogy akadnak olyan kezelések, amelyek segítséget tudnak nyújtani az erősen igénybe vett helyeken jelentkező, vagy az időjárás okozta bőr problémákra. Ilyenkor előtérbe kerülnek szintén ezek a tápláló, regeneráló, nyugtató kezelések, tehát ilyenkor azért, akinek érzékenyebb a bőre, rozácára hajlamos, az ekcémás problémák is ilyenkor előkerülnek, úgyhogy mindenképpen ezek a kezelések, hát nagyon sokféle kezelésünk van, de ez egy ilyen nagyon jó táplálónyugtató habmaszkos kezelés, ami most egy ilyen közkedvelt ebben az időszakban. Nagyon látványosan feltölti, kisimítja az arcbőrt, egységesebb lesz tőle, és az érzékeny bőrt is abszolút megnyugtatja, úgyhogy nagyon szeretik a vendégeink. Aztán természetesen az érettebb bőrű vendégeknek vannak ezek a úgynevezett felmelegedő lifting kezelés, tehát ami már egy kicsit a tónust is ugye fokozza, illetve a ráncokat is kisimítja. Aztán az arany kezelésünk, ami megint ilyenkor közkedvelté válik, és ajánljuk a vendégeknek. Az is egy prémium kezelés tulajdonképpen, tehát 24 karátos arany lapokkal, illetve aranyjal bevont krémekkel kezeljük a vendégeket, szóval ez is nagyon látványos. Úgyhogy sok-sok minden van.
A szakember szerint szerencsére sokan gondolnak a bőrük ápolására. Vannak olyanok is, akik például minden hónapban igénybe vesznek egy-egy kezelést. Azért tartom fontosnak, mert ilyenkor sokkal több negatív hatásnak van kitéve az arcbőr, kiszárad, érzékenyebb, vakóbb és színtelenebb lesz. Ilyenkor még több táplálóbb kezelés kell, mint mondjuk egy normális környezetben, és ezekkel a táplálóbb kezelésekkel lehet valamivel ellensúlyozni ezeket a kedvezőtlen körülményeket. A bőrápolás tehát nem elhanyagolható. Fontos, hogy szálljunk rá megfelelő időt. Még egy érv emellett, ha valaki a külsejével elégedetlen, az a hangulatára is hatással lehet. Köszöntöm nézőinket, önök a Hévízi Televízió adását látják. Híradónk élén beszámolunk arról, hogy honosítási ünnepséget tartottak a Hévízi Városházán. Csopely Tamás Vencel kapott magyar állampolgárságot. Megnyílt a Hévízi jégpálya, a város lakói idén is díjmentesen kortyolyázhatnak a nagy parkoló szomszédságában felállított sátor alatt. December 6-a a Mikulásról szólt Hévízen is. Találkozhattunk két keréken érkező télapokkal, de az ovisok is kaptak ajándékot a szép énekekért cserébe. Ha tehetik, tartsanak velünk! Honosítási ünnepséget tartottak a Hévízi Városházán. A Keszthelyen élő, ám Hévízen a turizmusban tevékenykedő Csopely Tamás Vencel kapott magyar állampolgárságot, aki feleségével érkezett az eseményre. Elsőként Koller Éva, az önkormányzat anyakönyvvezetője köszöntötte őket, majd Pap Gábor polgármester vezényletével az eskütétel következett. Én Csopely Tamás Vencel. Esküszöm. Hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Magyarországnak hű állampolgára leszek. Alaptörvényét és a jogszabályokat. Tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mértem megvédem. Képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segíten. Ezt követően városunk polgármestere az Áder János köztársasági elnök által hitelesített honosító emléklapot nyújtotta át, majd a város nevében egy emléklapot és ajándékcsomagot is. Mint Pap Gábor polgármester fogalmazott, mindig nagy öröm, ha valaki felvállalja magyarságát és elindítja honosítási kérelmét. Egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel, és ezen belül Hévízen is számtalan esetben választják Hévízt. Akkor is, ha lehet, hogy nem biztos, hogy Hévízen élnek, hanem csak a környéken, de egész távoli pontokról is. Az indokaik alapján, mert szeretik Hévízt, mert szeretnek ide járni, és ez nekünk egy megtiszteltetés és egy öröm természetesen, hogy ezeknek az embereknek ezt a lehetőséget tudjuk biztosítani, és egy kicsit megmelengeti az embernek a szívét, ha fogalmazhatok így. Mint Csopely Tamás Vencel elmondta, régóta várta ezt a mai napot, ám lelkében mindig is magyarnak érezte magát, hiszen Budapesten született. Édesapám munkájából kifolyólag Szovjetunió területén nagyon sok köztársaságba megfordultunk. Azerbajdzsánba, akkor voltunk Minszkbe, voltam Szibériába is laktam, az ország közepén is, Szaratovba és Moszkvába, szóval nagyon sok milyen helyen voltunk, és 94-ben végleg visszajöttünk, vagyis legalábbis mi, apu még ott oda-vissza járkált a munka kifolyólag, én befejeztem a tanulmányomat, és akkor sokat utazgattunk még vissza, most már az Oroszországban, mert akkor még Szovjetunió volt. Úgyhogy én itt bent mindig magyar voltam. Csopely Tamás Vencel miután lemondott orosz állampolgárságáról, egy időre hontalan státuszt kapott, ám mostantól ez már a múlté. Az ünnepélyes rendezvény és az okiratok aláírása után hivatalosan is megtörtént magyar állampolgárságának rögzítése. Ismét megnyílt a jégpálya Hévízen a nagy parkoló szomszédságában, a termelői piac területén. A pálya használati díja az idei évben is kedvező, 500 forint egy időszakra. Belépő jegyüket az erre a célra beüzemelt jegykiadó automatából tudják megvásárolni.
Ám ezt nem mindenkinek kell megtennie. Idén is sokan élvezhetik a korcsolyázás pillanatait díjmentesen. A hévízieknek mindenkinek ingyenes a jégpálya, legyen az felnőtt, vagy legyen az gyerek. A hévízi létet lakcímkártyával kell igazolni. Ingyenes a hévízi oktatási intézményekben tanuló diákok számára, óvodások számára is, ha tudnak már korcsolyázni. Ezt diákigazolvánnyal kell igazolni a hévízi oktatási intézményhez tartozást. Ingyenes a hévízi oktatási intézményeknek, ha mint tornaóra keretében, vagy mint bármilyen társas foglalkozás keretében előre foglalnak időpontot a délelőtti időszakban, vagy a nem közönség korcsolyázási időszakban, olyankor biztosítjuk nekik. És ingyenes a hévízi nagyszülők, nem hévízen lakó unokái számára. Itt a nagyszülőknek kell igazolni a hévízi létet lakcímkártyával. Magánszemélyek részére havi bérlet is vásárolható, illetve előre egyeztetett időpontban lehetőség van a teljes pályát is kibérelni. Az első korcsolyázási időszak hétköznaponként délután 14 órától kezdődik, ám hétvégén már a délelőtti órákban is csúszkálhatunk. Jó hír a fiataloknak, hogy a téli szünet időszakában viszont végig hétvégi nyitvatartás lesz érvényben. Akinek esetleg nincs saját korcsolyája, ez se tántorítsa el, ennek bérlésére is van lehetőség a helyszínen. A jégpálya ezúttal február 11-ig várja az érdeklődőket. Bővebb információkat megtalálnak képújságunkban és az önkormányzat honlapján is. Gyülekeznek a motoros Mikulások Hévízen a Deák téren. A nem mindennapi látványt nyújtó eseményt 10. alkalommal szervezték meg a Zalai 76-os Motoros Egyesület tagjai. A 11 főből álló csapat minden évben december 6-án Mikulás ünnepén járja körbe a várost kétkerekű járműveivel. Meglátogatják a bölcsödét, az óvodákat, az általános iskolásokat és az idősek otthonát is. Barát Miklós, az egyesület elnöke elmondta, az intézményekben nagyon számítanak rájuk. Az ötlet az, amint említettem, 10 éve született. Volt egy szép decemberi nap, motorozott a társaság, és kitaláltuk, hogy egy hagyományteremtő móddal elkezdünk egy ilyen Mikulás motorozást, és ezt folytatjuk azóta. A motoros Mikulások nagy népszerűségnek örventek. A felnőttek közül sokan kérték meg őket egy-egy közös fotó vagy videó elkészítésére, a gyerekek pedig dallal kedveskedtek az ősszakállóaknak. Az iskolások számára újdonságnak számítottak a rénszarvasokat helyettesítő járművek. Én még nem is láttam ilyet. Meg hogy napszemüvegben voltak, meg hogy a motorokkal olyan hangot adtak, hogy ez tök menő volt. A társaság apró ajándékokkal kedveskedett a jelenlévőknek. Szaloncukrot, narancsot, mandarint és mogyorót osztogattak. Nagyon tetszik, hogy motorral jönnek. Nekem nagyon tetszettek, hát most láttam először a motoros Mikulást, igaz, hogy motort már láttam, de nagyon tetszettek, mert hogy nem szoktam motoros Mikulást látni, mert a Mikulások nem is jönnek motorral, és kettő, hogy ezek osztottak nem csak egy dolgot, hanem több mindent is, és ezért nagyon tetszettek. A motoros Mikulások egyik rejtett célja, hogy a gyerekek ne féljenek a járművek hangjától, a másik pedig, hogy fellépjenek a negatív sztereotípiák ellen, miszerint ők durva barátságtalan emberek. A szerdai demonstrációval igazolták is, hogy ez az állítás nem állja meg a helyét. A gyerekek nagy örömére megérkezett a Mikulás a hévízi Brunswick Teréz óvodába is. A kicsik már hónapok óta készültek a nagyszakállú érkezésére, így december 6-án már mindenki jól tudta a neki szánt verseket és énekeket. A szép előadás természetesen nem maradt jutalom nélkül, mindenki kapott meglepetés csomagot. A kicsik bátran és magabiztosan vették át az ajándékot. Félelem nem, ám öröm annál inkább tükröződött az arcokon.
mint az óvoda vezető is elmondta, az egész december egy varázslat a gyerekeknek, ám a télapó érkezésére várnak talán a leginkább, hiszen ez számukra egy látható, kézzel fogható meglepetés, amire ebben a korban már készülhetnek is. Zsizsegve jönnek reggel, ezek már annyira jó dolgok, ugye otthon már sok gyerekhez megérkezett a Mikulás tegnap este vagy ma reggel, és ezek az élmények, ezek jönnek velük reggel, megosztják mindannyiunkkal, és nagyon-nagyon várják az óvodai Mikulást is. Az ajándékok kiosztása után aztán elköszönt a Mikulás, de a sok jó héjvízi óvodáshoz minden bizonnyal jövőre is visszatér. Jövőre találkozunk! Advent második hétvégéjén is számos program várja Önöket a Deák tér környékén. Pénteken 17 órától a Golden Brass Quintet ad koncertet, majd szombaton a kézműves foglalkozás, és a Mesekuckó után ismét zenés műsor következik. Akkor Majsai Gábor várja majd a közönséget. Vasárnap 14 órától jótékonysági süteményvásár tartanak, majd 16 órakor meggyújtják az első gyertyát városunk adventi koszorúján. Ezt követően Horváth Elemér és Buk Tibor adventi műsora kezdődik.